folyamatosan minden hétköznap tartanak edzést a Szekszárdi Gemenz Judo Klub tagjai. A sportolók eredményein ez meg is látszik, nem szűkölködnek az országos eredményekben. Legutóbb a szegedi ifjúsági magyar bajnokságról tértek haza több éremmel is. Sárosdi Ákos még egészen fiatalon egy vele született, a lábát érintő rendellenesség ellensúlyozása céljából kezdett judóval foglalkozni. 2013-ban egyszer már megnyerte ezt a versenyt, most pedig a 81 kilós kategóriában sikerült neki ugyanez. Volt 4 meccsem, abban az első 3-at hát úgymond simán megnyertem, vagy hát könnyebben, mint az utolsó. De az utolsó az nagyon nehéz volt, 11 percig tartott, és hát nyögben helyes volt. A 42 kilósak között induló Beke Csongor mindhárom ellenfelét iponnal verte meg. Ő is első helyezést hozhatott haza Szekszárdra. Fiatalkora ellenére szép sportmúltat tudhat már maga mögött. Apukám régen zsúdozott, és elvitt egy edzésre, és megtetszett. A szekszárdi klub most az országos tabella 5. helyén áll, ami kifejezetten előkelőnek számít ahhoz képest, hogy előttük csak olyan nagy csapatok szerepelnek, mint például a Budapest Honvéd vagy az MTK. Kicsit a felkészülésben, hogy fogalmazzak, nem egy ideális időpont egy magyar bajnokságnak számunkra, mivel évvégén övvizsgákat szoktunk tartani, és komoly alapozást csináltunk idén, és gyakorlatilag a formaidőzítésre nem maradt idő. De természetesen elmentünk, elutaztunk a magyar bajnokságra, 5 fővel indultunk, 4 helyezés sikerült elérjenek, abból 3 érmes helyezés lett, és Sárosdi Ákos a 81 kilós súlycsoportot, mondhatom azt, hogy nagyon nagy magabiztossággal megnyerte. A szekszárdi sportolók azóta már túl vannak egy területi versenyen is, azt néhány napja Baján rendezték meg.